helyzet. Mi van, nem tud be. Úristen. Úristen. Halló. Szia, nem mondjad. A rugó? Igen. És nem adtad oda Istvánnak, ha most jött le tőletek. Jaj. Nem baj, akkor küldd le. Oké, köszi. Szia, szia. Úristen. Lehet rendelni. Még mindig. Hello! Hili, hali, hali, ó, sziasztok, 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 üdvözöllek, stb. Szia, miért? Fogd be! Fogd be, te! Na! Izé! Sozé! Jó, olyan, nincsen baj. Üdvözöllek titeket a mai videóba, és a mai videóba azt fogjuk csinálni, mi? A videóban a Jenő polgár, Jenő úrhoz, a polgármesteri hivatalba Jenőhöz. Az jó. Szóval bementünk, mert a plafon érkezett lefelé a polgár Jenő úrnál, Jenő úrhoz a polgárhivatali ügynökségre. Oké. Na, voltunk a polgármesteri hivatalba a polgár Jenőnél, a Jenő polgár Jenő úrnál a polgármesteri házba. Polgármesternél. Találj ki valami újat, már ez már régi. Na jó, akkor voltunk a községi házba, a Teddy bácsinál, a községháznál, a bácsiba, a Teddynél. Igen. Azt hiszem így van. Nem vagyok pontosan biztos benne. One eternity later. És akkor mondd azt, hogy normális emberek dolgoznak itt a cégnél. Na mindegy. Befejezted? Úristen, annyi hülyét egy helyen. Hát én nem értem ezt, hogy lehet kibírni idegrendszervel. De az a lényeg, hogy a mai videóban az idegrendszeri összeomlásokról fogunk beszélgetni felétek. Egy kicsit szeretnék beszélgetni veletek. Na mindegy. Na, szóval... Van egy ilyen a mai nap, hogy jön az egyik fekete león, amelyiket régebb csináltuk, volt egy problémája, elment volt több száz kilométerre, este 10, nem tudom hány óra, akkor 10 óra, 11 után valamikor írt, hogy ilyen problémája van, nem tölt a turbó, kigyúlt a check engine, tötterötötterötötterö, és a többi. A tegnap végül ide jött, és gyorsan tesztelre reagáltuk, és kiderítettük, hogy baj van az N75-jével, úgyhogy hamarosan most fog érkezni, és gyorsan kicseréljük neki. Az a lényeg, hogy le fogjuk egyúttal egyszerűsíteni a vákuum csövezést is, már ki van írva a szoftból minden, és azt megcsináljuk, de viszont a mai nap kérdése az, hogy autóvásárlási tippek, és nem is az, hogy és, hanem autóvásárlási tippek, vagy tuning fiataloknak. Nem látszol belé. Úgyhogy a vagyot választom. Vagyis nem a vagyot, úristen. Tessék! A mai téma az lesz, hogy autóvásárlási tippek, vagy tuning fiataloknak, és azt választom, hogy vagy. Vagy én vagyok, te vagy, ők vannak, mi vagyunk, ti vagytok, ők vannak. Ő van. Ő lesz, ő... Albert. I'm gonna show you. How I met your mother. Okay. So, this piece of
paper is very good for us. Na jó, nem az angol órán vagyunk, hogy az angol tudást csináljuk. Na mindegy, inkább azt a felét választom, hogy tuning fiataloknak, és hogy körülbelül mit hogyan csináljanak. Nem, gyári, sportot tud kell venni. Leges-legelső lépésben el kell döntsd azt, hogy mit szeretnél elérni, és hogy melyikféle tuningra lépsz rá. Attól már bédugod a homlokod, nem látszol még. Mindenféle formában ugye el kell döntsd azt, hogy mit szeretnél, hogy pályára, tehát pályába azt értem, hogy ugye időmérőre, drift, hill climb, tehát van többféle, vagy karsó, vagy gyorsulás, vagy tehát el kell döntsed mindenféle formában azt, hogy mit szeretnél, és hogy hogyan szeretnéd azt elkezdeni, mert ugye nem mindegy, hogy hogy akarod. S az a helyzet a tuning felével, hogy nem úgy fogod te az egészet csinálni, hogy szöksz egyik autóról a másikra, s harmadikra, stb., hanem elkezdesz egy alapautóval, azon kitanulod magadon, hogy mit hogy csináljál, és utána majd a következő autón fogod tudni. Tehát például, hogyha... Igen, egy pillanat, már parkolgatnak. Egy showcart szeretnél megcsinálni, tehát ilyenkor értem azt, hogy nekem nagyon rengeteg ismerősöm van, aki showcart csinál, és csak úgy csinálja meg, hogy a külső és a belső gyönyörű legyen, és motorikusilag meg nem érdekli őket, hogy most nagy motor, kis motor, erős, nem erős, stb. De viszont ebből a szempontból is még egyszer el kell mondom, el kell döntsed azt, hogy szeretnéd. Én viszont azon a szinten vagyok, hát szinten, én úgy döntöttem el annó, hogy szeretnék mindenféleképpen showcart, de a showcar azzal tudjak menni és haladni is. Viszont a végére oda jutottam, hogy ilyen showcar lett, amiben mindenféle-féle módon egy kicsi apróság van. Tehát egy kicsi külső, egy kicsi belső, egy kicsi fék, egy kicsi felni, egy kicsi motortér. Tehát úgy összegyűjtöttem mindent és egybe beléraktam. Úgy látom, hogy ebből a szempontból eléggé jól összejött, de viszont a másik fele az, hogy a BMW-nél, ez az Audi, a BMW-nél azt csináltam, hogy ugye eldöntöttem, hogy inkább szeretném azt, hogy több részt szorakozós legyen, és hogyha szeretnék, akkor csúszkáljak vele, és hogyha szeretnék, akkor menjek el pályázni vele, és ilyen is mivel, persze nem magas szinten, mert ahhoz külön kimondottan tényleg komoly szintre el kell érni azt, hogy te most akkor egy autót csak azért csinálsz, hogy pályázzam vele. Na de viszont a tuning tippek. Én például, ugye, hogy szerveztem több autós találkozót is, idén is még lesz, és jövőben is lesz, és utána is lesz, és ez biztos, hogy lesz. Úgyis kitaposom úgy, hogy legalább legyen, hogy nektek is jól tájjon, és nekem is jól tájjon. Különböző kategóriákat vettem észre, és mindazt veszem észre, hogy nagy részt a fiatalok, és én is, és mindenki azt szeretné, hogy ugye minél hangosabb, minél rityegősebb, minél angolósabb legyen az autója. Én ebből azt tudom ajánlani, hogy ha nem szeretnél sokat kínlódni, akkor egy benzines alapmotort eléggé egyszerű meglangoltatni, akármiről legyen szó. Annak ellenére, hogy van-e szoftóval, vagy nincsen szoftóval, én most elmondom nektek őszintén, én egy Dacia Logant is elfogadnék, mert azt is meg lehet angoltatni, tehát olyan nincsen. Tuning tipnek azt tudom mondani legelső módon, hogy legyen egy olyan autód, amit nyugodt szívvel tudsz használni, tehát fékrendszered legyen teljesen rendben, ne legyen rozsda benne, ne essen ki a kerekkel, ne legyen szanaszét szakítva, szanaszét kopvas minden a belső része, hogyha beléjössz, akkor ne azt érezd, hogy mindjárt összehányom magam, hanem kényelmesen üljél benne. És amikor ez az alap megvan, akkor állsz neki, és igazán szöksz bele a tuningba. Ma ránézést, hogy mindig nézem lefelé, csak várom, hogy legyen 12, hogy tudjam nektek kirakni a időben a mai videót is, mert ezen a héten minden nap 12-kor így fog jönni a videó. Szia, Tezi! Hello! Hello! Na, de alapdologként mindenféleképp az legyen a legelső, hogy legyen rendben az autó. Utána abból a színből, hogy
még egyszer azt magadnak el kell döntsed, hogy hogy szeretnéd, mert hogyha például egy olyan döntés áll, hogy te most sókart szeretnéd csinálni, akkor érdemes, hogy a gyáriba visszapakolja mindent, ugye felfüggesztési részbe, ilyenkor értek egy gumiszilentről elkezdve, egy gumiharangig, minden. De viszont, ha már pályázni szeretné vele, akkor már hogyha úgyis meg kell csinálni, akkor érdemes egyből a poliuretánra reatérni, és úgy hárrahozni az autónak a felfüggesztését. Kipufogó szempontból az a lényeg, hogy nem üvöltő, rapátfazék hangja kell legyen az autónak, hanem meg kell próbálni minél többféle módon, hogy azért mégiscsak jó hangja is legyen, ne is üvöltsön. Én át tudom mondani, hogy az Audin legalább körülbelül 10-szer volt kipufogó rendszer csinálva. Hát 10-szer nem, de 7-szer biztos. Hát 7-szer biztos, hogy volt azért, mert akkor per pillanat tetszett, amikor kész lett, de rá egy hétre nem tetszett, már a hangja furcsa volt, tehát... Szép duda, kipufogó rendszerre reatérve az, hogy ezt minél jobban kell kihozni, hogy ne az legyen, hogy rapát fazék hang és üvölcsön csak, mert nem az a lényeg, hanem mert sokan lenézik. Lehet, hogy neked nem mondják el, de sokan megkommentálják. Itt ebben a kicsi városkában is, ahol én élek, Sepsiszentgyörgyön. Én nem mocskolok senkit, én mindenkit próbálok, aki megkérdez engem, és aki velem tart, és aki nem azt mondom, hogy engem istenít, mert én nem vagyok egy isten. Szeretnék az lenni, mindenki szeretne az lenni. Sok olyan autó van, amelyiknek nem elfogadható a hangja. Tehát én megértem, hogy hangos, hogy vagáns, hogy neked tetszik, és minden. Igaz, ez is a lényeg, hogy neked tetszedjen. Ilyen csúf, büdös, repatfazék hangja legyen. Hanem szép, dörmögös hangja legyen, úgy, ahogy illik. Ügyes vagy, Tamás, nagyon ügyes vagy. Még. Túl közel vagy az objektívhez. Nem vagy izmos, csak kövér vagy. Várjál, fókuszálj rá. Ne! Izomszag van. Fia csípja orromat. Úgyhogy ebből a szempontból inkább jó lenne az, hogy több szemét is megkérdezni, hogy neked tetszik-e, nem-e tetszik a hangja. Plusz mellé az, hogy a rendőrök. Tehát oké, hogy egy olyan országban élünk, ahol engedékenyebbek, elnézőbbek, de úgyis legalább legyen szép hangja. Meg van rendőr ismerősöm, aki elmondta volt, hogy hallod, ennek az autónak erősen csúf hangja van. Mindenféle módon, ami lehetséges, és majdnem minden lehetséges, azt be kell iratni törzskönyvbe. Ilyenkor beszélgetünk egy kipufogó rendszer, tehát nem lehetetlen, be lehet írni, meg lehet oldani, és azért, hogy nyugodtan aludjál és nyugodt szívvel menjél körbe kerken az autóval, és használjad, az nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Már azért mégis nem mindegy, hogy a babszem nem megy fel a seggedbe, és úgy járkálsz vele, vagy meg nyugodtan beülsz, és begyújtod, és mész, és jössz, és azért mégiscsak élvezetesebb, mikor tudod használni ezt az autót, és nem csak ül, és áll, és borosodik, és rotalsodik, és minden baja van. De ezzel nagyon átérünk mindig a témától, a tuning tippek. Mindenféle szempontból tuning tippként azt tudom mondani, hogy szerencsére ebben az országban az autónak a könyvében nincsen ilyen nagyon-nagyon kifejezve, hogy milyen piros legyen, hanem a piros az piros. Akár egy olyan is, mivel is kezdhetsz, hogy egy szép szint adsz az autónak. Felni szempontból én például tudom azt ajánlani, hogy türelmesen lehet kapni. Tehát rengeteg, millió plusz egy felnit lehet kapni, ami csak türelemjáték. Na, hogyha van türelmed, akkor kapsz felnit. Én sem tudom mondani, hogy
rengeteg felni volt az autón, addig, mint cserégettem jobbra-balra, és elé hátras, felles, mit tudom én már felé, hogy a hátsó kerékcsavarnak a menetjeit ki is tépettem. Ez benne van a pakliba. Tehát, át tudom mondani, tavaly legalább 4-szer vagy 5-szer vannak videók róla, meg tudod nézni. 4-szer vagy 5-szer cserétem félnit, és vedletetve, párszál, hogy a menetet ez meg tudja sérteni, és hogy ki tudja szakítani a kerékagyból. Viszont én minél jobban azt tudom ajánlani, hogy minden autónak vannak gyári, gyönyörű félniei, és meg kell nézni, hogy az osztókörök találjanak, mert most fel tudom mondani nekem, ami az autón van, az egy 2010 nem tudom hányas Audi A1-ről van. Na, elnézést, csak időközben jött egy kliens. Ebben a Szent Hálában raktam ki a videót, úgyhogy már tudjátok is megnézni. Most megjött, miről beszélgettem a videó elején, cserék az A75-öt. Nekiállunk annak, és utána még egy keveset beszélgetünk erről a tippekről. Szükségünk volna egy pár kesztyűre, azért, hogy ne mocskoljuk össze magunkat az A75-re. És nézzük meg, hogy az autón milyen csavarok vannak, és hogy mit kell levegyünk, de kiiktatunk körülbelül mindent, ami pluszban van. És csak az alap vákumokat hagyjuk benne meg. Na és ezt a szelepet ki fogjuk most cserélni, onnan kihaljunk mindent, levesszük a motorvédőt is, és a plusz vákumot mind kiiktassuk. Hogy te így hivatka, hogy deja. Super, aztán leszem a kolokászon neki nőimkú turbina, aztán mert gyöldilek rá a turbo. Lom zsasz. Trebuie unul de 10. Az ilyen dugaszokat eléggé annyira látszik innen, nem látszik. Ugye sokan kínlódnak az ilyen dugaszokkal, mert nem tudom, hogy mint van, de egyszerű, ugye rá van dugva, és van a kicsi pecke, látszik a videóban, igen, azt a kicsi pecket meghúzzuk, befelé nyomjuk, és kihúzzuk, és egyből kijön. Az a cuppanás. Resta tutto bene? Che? Macchina, con macchina. Dece. E c'è scherba lì, è necessario un light. E ti sei sciavolto, tutto. E questa shock sort. Ma bocsánat, kifejezésé mind kihányjuk, és rajta hagyunk egy darab A75-öt. A szép újat azt fel fogjuk rakni. Innen ebbe jön a pompából, ez megy a turbóra, és ez a levegőztetője. Ennyit kell bekössünk. Azt mondja, hogy a levegőztetőjét simán csak ott tudjuk itt szúrni, és egyből rejön. És amikor szerencsénk van, pont jó, mert ide be is fér. Úgyhogy szuper. Nekünk kell a pompáról, ami jön. Ide fogunk tenni még egy elosztót, hogy a tartályba is menjen. Azt szerencsére, hogy a másikon annyi Y van, hogy le tudunk egyet venni.
Vajon... Trebuie șurub? Nu trebuie. Ai un cuțit sau ceva? Alea n-am. Poate fi frumoasă? Nu știu dacă e... Puntalată median Y, Tomi. Nacâng... Puntiules. Am tomit, n-am focusarea. Csak az a helyzet, hogy a vakumok úgy jól vannak. Már puszikálva a gyárjak, hogy egyszerűen már nem akarnak lejönni és le kell vágjuk. Opa, asta l-a duce mai jos. És ezt egy Y-nal, hogy összekötöttük, mátünk is az újra rea, így felülről szépen a helyére, és ez már lassan a helyén is van. Nekünk fog kelleni egy, ami lemegy a turbóra, és avval meg... Ez nagyon jó. És nem ér hozzá semmihez se. Az alsó úgy szintén nem ér hozzá semmihez se. Úgyhogy lassan már dugunk mindent vissza a helyre, és kész is van. Na, és a kliens elégedett. Jól megy az autó, nincsen probléma. Hol is voltunk elmaradva? Azt mondja, hogy vasarlási tippek és tuningok. Igen. Ott voltunk elmaradva, hogy ugye mindenféle forma az a legelső dolog, hogy el kell döntsed, hogy melyik pályát választod. De én még mindig úgy tudom ajánlani, hogy a legelső dolog, amit tuningolsz, az az legyen, hogy tedd rendbe az autót A-tól Z-ig, és abban a pillanatban el kell döntsed magadnak, hogy akkor show car lesz, track day lesz, vagy szorakozni lesz, vagy magasabb szinten kell eldöntsd. Már hogyha show car lesz, akkor az a lényeg, hogy minél szebb legyen. Tehát úgy, ahogy elmondásom szerint, ugye rengeteg olyan ember van, és ismerősöm is van, aki nem arra hajt, hogy a fú, mekkora motor legyen, és milyen jó legyen, és hogy menjen, stb., hanem gyönyörű legyen kívül, belül.
hogyha ilyenről van szó, egy sókarnak lehet egy halom vásállemet kapni, ilyenkor beszélgettünk egy ilyen half cage-ről, roll cage-ről, ami beszerelhető csavarokkal, nem kell szétduhasztod az egész autót, a szépségre jó, de massa nem. Külsőileg ugyanígy, ahogy mondtam, ugye felnit, hamar felnit raksz, és nagyobb felnit raksz, akkor féket mindenféleképp mellé, legalább nagyobbat, hogy töltse ki, hogy ne az legyen, hogy akkora a feln is ilyen picike a fék, már az nagyon csúful néz ki. Úgyhogy nekem is az Audin, hogy ugye hátul gyári kicsike fék van, és körülbelül elveszik a felnibe. Úgyhogy mindenféleképp én most például arra hajtok, hogy kerítsek nagyobb fékeket, és hogy azt mind nézem, hogy melyik gyári autóról, amiről talál minden, azt tudjam felrakni erre, hogy azért mégiscsak nézzem valahogy ki, ne olyan, hogy elő szép, nagyobb fék van, s hátul meg kicsikább, ilyen semmi fék. A track day-re viszont azzal a felével ugye mindenféleképp arra kell reahajtsal, hogy ahogy elmondtam, poliuretánból legyen minden, hogy tudjad azt, hogy akkor ne az legyen, hogy elmész 1-2-3 track day-re, és egyből akkor utána kezded is megint újba az egész felfüggesztést. És hogyha ilyen szinten haladsz, akkor már legalább egy normális futószög, legalább egy olyan, ami úgy van megcsinálva, hogy tartson kanyarba. Viszont úgy, ahogy elmondtam, össze lehet hozni ezt egy autóba mindenből, hogy ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit, amabból is egy kicsit, mert én el tudom nektek mondani azt, hogy személy szerint az, hogy sókar legyen, és hogy kanyarokba is nagyon jó legyen, nem nagyon szokott összejönni. Már a sókarnál a fitment is nagyon fontos, hogy ugye minél jobban rá legyen ültetve is, hogy gyönyörű és mindenkinek nagyon tetszik, de viszont ha már van nagy fitmented, van nagy fitmented, tökéletes fitmented van, abból, ha nem fogsz kanyarokba belé menni 150-nál, mert vagy lehasítsa a gumit, vagy a sarvédőt, vagy valamit, úgyhogy. És pont így vagyok az Audival is, mert ugye próbálkozok minél szebben, és minél jobban kijöjjön, és minél jobban legyen, jobb legyen a fitment rajta. És az van, hogyha meg bárhova, és egy kicsit vadabú meg be a kanyarba, egyből már hallom, hogy és surol. Viszont a BMW-nél ilyen problémám nincsen, mert azzal, arra, avval úgy hajtottam arra rá, hogy ugye az inkább ne sókar legyen, de legyen track day-re használható, és nem ér vele is, lehet roppintani vele is, nem mondom, hogy fitment tökéletes rajta, de jó. Na de viszont van egy olyan mondat, ami nagyon fontos, és szerintem minden autó tuning kezdetnél ez benne van, hogy versenyautó lehet showcar, tehát lehet car meetinges, találkozós autó, de találkozós autó nem biztos, hogy lehet versenyautó, mert azért egy versenyautónál ugye már megvannak egy alap dolgok egy idő után, hogy mit hogy kell csinálni, hogy minél jobban, minél nagyobb performansabb legyen, minél jobb legyen minden szempontból, de viszont showcarnál nem biztos, hogy tehát egyik a másikkal nem talál. Semmi, egyiknek sincs semmi köze a másikhoz. És az ilyen benne van a pakliba, ha például driftre mész, akkor ha nagyon úgy akarod, hogy tökéletes legyél, mint drift competitionben, nem biztos, hogy gyönyörűen tudod tartani a kocsidat. De viszont megtörténhet, hogy meg tudsz építeni egy gyönyörű drift autót, amit nem használsz driftre, de viszont fordítva is. Nem minden találkozós autó, versenyautó, de minden versenyautó lehet találkozós autó. Hogyha értitek, hogy hogy mondom. No, úgyhogy ez így. Ebben körülbelül tippeket, annél többet nem tudom, hogy mit tudnék elmondani. Remélem, hogy segítettem ebben is. És bármilyen autóról legyen szó, a lényeg az egyszer, hogy legyen megbízható az utakon, ne kelljen féljél folyamatosan vele, és csak utána. És te magadnak kell eldöntsed, hogy melyik féle touring autót szeretnéd. Vagy turingost, vagy tuningost, vagy jóska turingost, vagy amilyent, ahogy eldöntöd, az szerint a vonal szerint tudsz haladni. Viszont ha ilyen mindenes autót akarsz, akkor mindenből egy picit. Ilyenből is, olyanból is, ebbenből is, amabból is összegyűjtesz. És ilyen apróságot. Ezt a témát is lehetne körülbelül reggeltől estig beszélgetni. Úgyhogy most hamarosan fog következni egy olyan téma,
majd valamelyik perceni külön videóba, ami csak a kettős feles TDI-kről fog szólni, mert köszönöm szépen, nyilvános hozzászólásba kértek egy ilyen videót, aminek nagyon örvendek. Majd össze fogok gyűjteni több információt belőle, és csak arról egy külön videó lesz. Addig is még csak hétközepén vagyunk, most már lassan hétvége felé, de még lesznek videók. Most hétvégén lesz autóbemutató is, és még egy dolog, ne haragudjatok, hogy az autófókuszon folyamatosan megy és jön, és megy és jön, és megy és jön. Ez ilyen lesz már, visszaszóltak vagy ketten, hárman is, hogy azért vigyázz, mert közben nincsen fókuszban az arcod, és így tudom, sajnos. De remélem ezt is meg tudom lassan oldani. Mindenféleképp, hogyha tetszett ez a videó is, akkor ne felejtsd el lájkolni, kommentelni. Iratkozzál fel, ha nem vagy feliratkozva, már hamarosan nyereményjáték is lesz, és már egy nagy előny, ha fel vagy iratkozva. És oszd meg egy-egy ismerősöddel, találkozunk holnap. Sziasztok!